Krisztián, meg kell tudnunk, hogy mi van odalent. Igen, tényleg meg kell tudnunk. Gyorsan beugrok! Ne ugorj be! Még véletlenül se, Krisztián. Ugyanis lehetséges, hogy szörnyű dolgok vannak odalent. Hogy borzasztó veszedelmek leselkednek odalent. Hát, Máté, gondolj bele, hogy itt micsoda elképesztő életveszélyben voltunk a 0-24-ben. Ja. Akkor gondolj bele, hogy ott lent milyen lehet, ami még lejjebb van. Ami még lejjebb, és még sötétebb. Krisztián, sajnos kifagytunk a nyersanyagokból, most már nem vagyunk olyan erősek, mint egykoron, azaz 5 perce voltunk. Úgyhogy menjünk haza, és aztán visszatérünk, és lenézünk a bajukba. Okés. Hú, de jó, esküzeső, úgy örülök. Nem lesz egy könnyű feladat, Krisztián. De megoldjuk. Nyugalom, Máté. Nem lesz gond. Fel vagyok fegyverkezve. És oda dobja neki a baltáját, ez a barom! Hát, mert miért nem a kút nyomtam a... Azám, fel vagy fegyverkezve, azt oda dobod a creepernek a baltádat, te nyaminger! Na, hello, srácok! Ez itt a Horror Minecraft sorozat következő része. És ebben a videóban le fogunk menni ebbe a veszedelmes alagútba, ami az előző részben derült fel. Igen, ugyanis kinyitottuk a chestet, és egy redstone szerkezet feltárta ezt a lejáratot, és így kinyitotta, várja, betömöm, hogy a... Igen, tömbbe, hogy nehogy véletlenül leessünk, vagy ilyesmi. Na. Jó. Viszont, srácok, láthatjátok, hogy nincs itt a chest. Ez annak köszönhető, hogy streameltünk egyet videón kívül, vagyis streameltünk egyet, és hazavittük a cuccokat, és elmentünk bányászni. Méghozzá gyémántot kerestünk, és mennyi gyémántot találtunk, kedves Mertéberétő? 14, valahogy így. Mindegy, srácok, hogyha szeretnétek megnézni a gyémánt keresésünket, akkor a leírásban ott van a Kommandós streamek csatorna, és ott megtaláljátok. Krisztián, induljunk el visszafelé. Hát, sajnos az idő nem a legkedvezőbb. De, nyugi, van egy kis búzám, úgyhogy csinálok 3 kenyeret. Okés, nyugi, Máté. Ezek a mobok, amik itt vannak az esőben, ezek már nem jelenthetnek gondot egy ilyen elképesztő harcosnak, mint amilyen... Itt a szemed előtt áll. Nekem együttés és végem. De miért lenne együttés és véget? Hát a 2/3 életemet leütötte együttéssel. Fuss! Azt a rohadt! Vigyázz! Jaj, ne szakadék! Ki kell ülni! Ide! Mik ezek a hangok? Nem tudom! Ne! Visszarántott! No. Ne, megint visszaránt! Meghaltam a tépultás! Azt a rohadt jó, hát ezt nagyon-nagyon örülök neki. Barzalmasan boldog vagyok. Jaj, ne, szerintem rossz irányba jöttem. Miért vannak ilyen mobok? Ja, mert Blood Moon van. Gyorsan, mennyi? 78-440, hol van? Ja, itt van, itt a híd. Jó. Ja, Blood Moon van, aha. Nem tudok futni, nem tudok sprintelni! Hát akkor reménytelen, Krisz. No, és itt jön a kaszás! De Krisztián, 30 másodpercre voltunk otthontól, te hova francba mész? Ugye nem törted be a kerítést? Nem. Jó, de akkor közel voltam, mert már mögöttem voltam, miközben most indultam el. Csak én nem tudom, hol a holttestem, fogalmam nincs róla. Hát csak most így én sem tudom, hogy hol van. Tudom, hogy nagyjából itt voltam már. Ezt most nem mondott kamajan. Itt van, megvan a holttestem. Mindegy, most nem veszem föl. Megvárom, míg vége lesz esőnek. Neked csak annyit kellett volna, hogy megnyomod a F3-at, és akkor vissza tudod nézni. Itt egy szakadék, kerüljük ki. Ott van. Na, de akkor tök jó. Jó. Azért nyom meg a F3-at. Oké. Minusz 52, 318. Jó, de haza tudok menni, amúgy nem volt itt semmi most. Hú, ennek nagyon örülök, hogy ezt megtaláltam most, mert ez... Húja! Mondjuk tök jó, hogy a pump kalibur volt a kezemben, mert egy fény lett távolról. Jaha. Ja, az tényleg jó volt. Aszta, viszont az összes szintemet elvesztettem, nem tudom mennyi szintem volt. Itt van a holttested. Tudom, de majd ha lejár az eső, akkor fölveszem. Vagyis hát, hogyha elvonzod el... Uáá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 
pont befértem. Azt a rohadt. Hú, bár te nagyon durva volt! Hát ez tényleg nagyon durva volt. Azt a, hát... Majdnem össze... Fosta magatjám. Jó, mindegy, ha hazaértünk, hát nem biztonságban, de végül is... Annyit legalább már elértünk, hogy legalább amikor hazaérünk, akkor biztonságban vagyunk. Mert bár ebben a játékmódban nagyon-nagyon nehéz ezt elérni, de nekünk mégis sikerült. Viszont srácok, ha már itthon vagyunk, akkor mindenféleképpen kellene valami elképesztő étel. Mert azt mindenféleképpen kell. Ugyanis minden kajánk elfogyott, hogyha megnézitek. Hát jó, vannak ezek a szarságok, de ezeket nem szeretjük. Mert ezek olyanok, hogy... fél évig kenni, de most megmutatom, hogy ezt ennyi ideig eszi. Ha ennyi ideig megeszi. Ja, ez addig egy kritikus pillanatban azért elég durva. Egyébként srácok, már használtam a gyémántcsákányt, a mendingeset, sajnos egy kicsit lement az élete, de majd vissza fogom tölteni. De jó, most már éjszaka is van, nem csak az eső esik. Ó, de jó. Kimegyünk a ruhádért? Hát kimehetünk, ha muszáj visszaszerezni. Már megnéztem, hogy hol a holttestem, szóval ja, tudom. Most halálizom, ja. Tudom már én is, hogy hol van. Azt a rohadt jó ötlet ez. Már be fogják egymást tolni. Ja, már be is tolta. Ott volt a Herobrine szerintem. Ha jól láttam. Pók! Au! Menjünk inkább! Jó. Mi a? Belefut a csapdába. Mi szaladt itt? Mi? Nem tudom, de az előbb olyan volt ott kint, mint hogyha ott állt volna Herobrine. Igen, lehetséges. Máté, várj meg a nappalt. Jó. Mert ez így. Inkább ne kockáztassunk, ne menjünk ki a cuccomért. Oké. Okay. A hold lemenőben van. És a nap pedig feljövend. Nem sokára. Ez az, végre. Srácok, megmutatom, hogy mit bányáztunk az előző részben. Egy csomó vasat találtunk, ami nagyon király. És 14 gyémántot is. És 3-at elhasználtam erre a pikarángra, amit meg is mutatom, hogy milyen. Milyen ez a pikaráng. Ó, elállt az eső, tök jó. Olyan ez a pikaráng, hogy fogom, és mondjuk azt a földblokkot én ki akarom szedni, és fogja, és kiszedi ilyen tök távolról. Ja, és ide hozza neked. Ja, oda hozza a blokkot is. És ez már minél működik, mondjuk egy gyémánt blokkal is, ami elég király. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy megcsinálom, 3 gyémántba került. Ja, hát ez nagyon király. Szóval ez ilyen bumeráng csákány. Igen. Sok dolgunk van még, mielőtt be kell mennünk oda az alagútba. És az első dolog az az, hogy visszaszerezzük a cuccodat, úgyhogy gyere velem. Pontosan. És a második dolog az az, hogy elmegyek a WC-re, mert nagyon kell. Jó, menjél. Oké, úgy látom, most már így nagyjából feljött a nap. Ja, de azért vigyázz! Miért jött ez be? Vigyázz, Creeper! Nem tudok sprintelni! Be fogja tolni, be fogja tolni! Nem tudok sprintelni! De miért nem tudsz? Na, elvontam a figyelmüket, menj ki! Jó, de nem tudok sprintelni. Jó, mindegy, kimegy sprintelés nélkül. Menjél, én most elvontam a figyelmüket. Mi ez? Mi? Csak két világító szem, és itt repked. Jó, hát én oda ki nem megyek, meg mini csontváz. Siess! Futás! Siess! Fuss! Jönnek utánam? Nem, úgy látom. Transfer items, jó. Na megvan? Igen, várja, megeszem a nagy kaját. Oké, és megettem. Fuss már! Jaj, ne! Jaj, ne, itt a világító szem! Azaz, beértél, jó, jó, jó. Menjünk be, menjünk be. Mi a szar az a világító szem? Nézd már meg. Hol? Ott van. Mini csontváz, vigyázz! Ugye eltűnt a világító szem, jól látom? Olyan, én mint nem ha láttam így... világító szemet. Volt egy ilyen... Te nem láttad? Nem. Oké, okay, na, Krisztián, feljött a nap. Megvan a cuccod, úgyhogy kezdjünk valamihez. Ja. És én azt mondanám elsősorban... Amondó vagy. Amondó vagyok, hogy mivel itt van ez a kis farm területünk, és itt van ez a csirke ólunk, ezért ezzel kellene valamit csinálni. Ja. Igen, csak míg megnőnek a csirkék, az elég sok idő, úgyhogy én ezzel szemben arra gondoltam, hogy kaptunk a zombiktól az előző részben egy csomó krumplit. És mivel, gyere Máté, mutatok valamit. Nézd, itt van. Nézd meg, mennyi csontunk van. Azt a tényleg rengeteg. Ja igen, ja. Mert szinte minden és csontokat dobál. Egy csont, az 3 csont por. Igen. És krumpliból rengeteget lehetne gyártani.
szerintem. Jó, hát akkor próbáljuk meg, ültessünk pár krumplit, és akkor megnézzük. Kell egy kis helyecske neki, aztán csinálni egy rakás krumplit, gyorsan megsütögetni, és akkor van kajánk. Igen. A végtelenségig. Hát azért a végtelenség nincs, de nagyon sok ideig az a lényeg. Izé van nálad? Hó. Igen, itt van. Jó. Okay. Várjál, ki kéne jelölni egy kis területet. Mondjuk legyen ez. Ja igen, meg kéne víz. Tényleg. Van itt végtelen víz? Igen, itt van. Igen, van. Igen, ide lak le. Hát ne, nem tudom, mert nincs nálam vödör. Nálam sincs, de miért? Azért, mert a vödör manó jött és ellopta. Ja, biztos. Még kell neked kitalálni, hogy vödör manó. Az nem létezik. Igen. Na. Biztos, hogy nem létezik. Máté, Máté! Máté! Nézd ide rám. Ne fordulj meg! Tudod, mi van a sem? Mondom, ne fordulj meg! Hát a vödör manó az elszaladt, hogyha rá ne akarsz nézni. Jó, és akkor te, neked miért nem szaladtam? És ott volt a sarokban a vödör manó, mert én rád néztem, nem a vödör manóra, és te meg oda néztél. Ja, értem. Na! Mert most csináltál új vödröt, és már jött volna az új vödörért. Nem csináltam új vödröt. Ben volt a ládában. Na igen, de ő a ládában nem lopja ki. Krisztián, a paromság helyett inkább ültesd el a krumplikat. Jó, hát hol van a krumpli? De nem hozott ki! Hát nehogy már én csináljak mindent, te lustad el! Csontot is kell hozni! Te vagy a csont. Jó, várjál. Potátó, meg jó, akkor hozd a csontot. Na, okay, de ne hozom kettő a... csontot, hanem... Nem, 49-et hoztam. Hát az sem sok. 349 csont parha, az nem sok kell. Na. Oké, akkor el is ültetem, hát ez ide nem is lesz elég, de nem sokára majd jó lesz. Oké, és akkor azt, amilyen virágos lett. De jól néz ki a krumpli, ha meg van nőve. Tényleg nagyon jó, de amúgy ez realisztikus. Mert te porozzad, én meg ütöm és rakom. Jó, na hát nekem már van 64-em, szóval az már most nagyon durva. Jó, most van még 64 csontpor. Az meg tökéletes. Ne gyere már ilyen gyorsan, nem tudom rakni. Hát nyomjad, csak nyomjad a jobb gombot és szaladj körbe felé. Na látod? Uh-huh. Így milyen könyv? Jó, elfogyott. Oké, szuper. Na, ebből, kérlek szépen, mondok valamit. Lett 64 plusz 57 plusz, neked mennyi van? 32. Azta. Szóval 2x64 plusz 25. Annyi lett belőle. Ja. Az elég király. Szóval... Hát kb. Annyi, mint csontpor. Igen, és mivel elfogyott a páncélunk is, ezért arra gondoltam, hogy lehetne nézni, Krisz, valami olyan páncélt, amit kitűznénk célnak, hogy meg kell szereznünk. Na, mit szólsz? Jó, oké, és... Na várjál, itt vannak a chestplate-ek, mondjuk beírom a chestplate, és itt van az összes chestplate, chainmail, iron, diamond, golden, netherite, ugye ezek az alapok, és akkor most jönnek a különlegesek. Terrible chestplate. Azt most néztem, és azt a vizimoboktól kell kifarmolni. Azt a jó, de szarabb, mint a netherite, szóval az minket jó, nem jó, hát csak azt most oda mehetsz a vizimobokhoz, és kifarmoltod tőlük. Hát jó, de biztos. Hát megnézd már meg a set bónuszokat egyébként, hogyha már azt mondod, hogy szarabb, mint a netherite. Full set ability. Enemies that attack you are poisoned for 4 szekundum. Igen. Szóval az ellenfelek, amik megtámadnak téged, azok bemérgeződnek 4 másodpercig. Hát az nagyon durva. Hát az nagyon. És gondolom mind a kettőt megkapod, a half set ability-t is, meg a full set ability-t is. Itt meg lehet nézni, hogy mi dobja a cuccokat. Most nézem. Azt te láttad? Dark Metal Chestplate. Na, az már jobb, mint a netherite. Uh-huh. Te szaladtál? Nem. Akkor ki volt az? Itt van, Máté, a törött páncélú rák. Az dobja ezt a Spiny Shell-t, és abból lett Spiny Shell Chestplate-et. És az visszaveri a támadást, amit rád nyomnak. Living Chestplate MK2. 13-at véd. Steel! Azt csináljunk már, várj, a steelt hogy kell? Azt steel elmondom ingot. Neked a steelt, azt úgy kell, hogy van ez a chapter 2, amiben még bele se kezdtem egyébként, és itt van egy Craft Flash Panderer, meg Primordial Cradle, meg ilyen baromságok, és ezek ilyen, nem tudom, ilyen élő, húsos, ilyen crafting table, meg ilyenek. És nem tudom, az kicsit engem ijeszt, úgyhogy nem kezdtem még bele, de majd lehet, hogy elkezdem így csinálgatni. Mert kéne amúgy kicsit tovább haladni a sztorival. Tudjátok, srácok, ezek olyan dolgok, mint például ez a könyv,
meg mondjuk ez a bútor csináló cucc, meg ilyesmi. Ezek ilyen madas dalgak. Ezeket annyira nem nézegettem még meg, de nem sokára megfogom. Azt a ilyen föld alatti fúrógép, olyat is lehet, és 3x3-as. Jaja, tudom, azért mondom, hogy nagyon durva. Viszont Krisz, most az összes krumplit meg kéne sütni. Itt a smoker. Szóval berakok 64-et a smokerbe. Szerintem az elég lesz 64, szerinted? Szerintem elég, persze. Mi szaladgál itt? Olyan, mint a szaladgálna itt valami. Benne a szobába. Mi a franc lehet az? Ugye nem a Hero Brain van itt. Mi volt ez? Mi csinálsz? Itt. Mi? Itt álltam, és így mellettem így... így szaladt valami. És ne, oda néztem, de nem volt ott semmi. Ez most komoly? Igen. Ne! Mi a franc szaladgál itt? Máté! Mi az? Van a kaja? Hogy meréjes tudsz te még ekkori zabálni? Na, van a kaja, meréjes vagyok. Ja, nagyon jó. Szerintem van, azt tessék. Azt a izét megcsináljuk. Azt a terrible. És hogy azokat a vízimobokat. Terrible chestplate. Igen, és akkor megüt valaki és bepoizonölő. Igen, itt van terrible helmet, terrible chestplate, terrible leggings, terrible boots. Meg terrible sword. Aha, és sebez téged a kart, hogyha nem ölöd meg az ellenfelet. Szóval, hogyha mondjuk, mit tudom, megütök egy mobot, amit nem megölök, hanem csak megütöm és sebzem, akkor én is sebződök. Az nagyon durva viszont. És mi kell hozzá? Angler's Fang. Finn. Echo of the Ship Graveyard. Azt a, ez dobja. Hát ilyet még nem is láttam. Ez dobja az összeset. De hogy nem ez van a... Ezt viszi pórázon az a egyik mob. Biztos? Aha, ilyen póráz van rajta, és ő viszi magával, azt hiszem, az a... Aha. Aha. Binding table. Ja, várjál már! Most jut eszembe, hogy mi tudtunk volna amúgy enchantolni. Könyvet. Mi is kellett hozzá? Kellett hozzá gyémánt, meg ez a cucc, ez a ilyen... Várjál, valami enchanted book glue. De ezt hogy kell csinálni? Glowstone, bone meal, slime ball, honeycomb, empty glue bottle, water bucket. Szerintem ebből már mindünk van. Van-e honeycombunk? De azt a honeycombot, azt hogy lehet szeretni egyáltalán amúgy? Ollóval meg kell vágni a make-up tárt. És akkor tudnánk enchantolni, Krisz. Vagyis legalábbis ezt a binding table tudjuk használni, ami amúgy nem tudom, hogy mi pontosan. Abban az esetben, hogy enchantolt könyveket csinálj, egy ilyen binding table-re van szükséged. Jól van, Krisztián? Megvan annak a krumplik. Tessék, itt van még 16 krumpli, Krisz. Csináljak még, vagy ennyi elég lesz szerinted? Szerintem elég lesz. Oké, na szóval megvan a krumpli. Akkor indulhatunk, Krisztián. A veszedelmes barlangba. Milyen barlangba? Nem barlang, azt hát az minden. Barlang végül is. Hanem halálos bánya dungeon. De miért bánya dungeon? Mert halálos bánya dungeon. Na, hallod Máté? Na mi van? Nem tudom, az olyan fura ez az egész. Miért? Mert nem tudom, hogy kell acélt csinálni. Na, és én akkor miért tudtam rájönni 3 másperc alatt? Na. Jó, hogy kell acélt csinálni? Úgyhogy van az a akármilyen gépezet, és azzal... Ark Force. Oh! Dobd már a kaszádat, a büdös rohadás! Nem dobja el! Miért nem? Mert nem hiszem, hogy el tudja dobni, de dobja, nem is az a lényeg, hanem hogy menjünk most abba a kis... Gajesz-majesz vizébe. Alagút, vagy mi az a rázlukba? Krisztián, szerinted mi lesz odalent? Szerintem egy minigán. Ja, biztos. Na menjünk. Amúgy annak örülnék, hogyha valamilyen fegyver lenne, vagy ilyesmi. Hát annak én is. És Máté, hogyha izé lesz ott lent, egy ilyen szurony, és így, és azt kell, hogy nem is kell vele ütni, és így szaladsz előre, ja, és így sebesz. Hol vagy? Fordulj el erre, most amerre vagy, és indulj el. Kicsit jobbrább. És most jó felemész. Ilyen szurony, és nem is kell vele ütni, hanem csak így sprintálsz vele, és így mindenkek így az utat bejön, ezt így így megsebzel. Ja. Ez búza? Nem, de vagyis ez talgrász. Ez barley volt, amit de én... De az mi? Az a barley. Az valami gabona? Ilyen zab, vagy mi a franc az? Igen. Aha, vagy szóval ilyen... akkor lehet azt is termeszteni? Szerintem lehet.
Ja, én ezt amúgy tökre szeretem, ezt a madat. Nekem tetszik, hogy ilyen különleges kaják vannak. Nem rossz. Csak ez a húsos dolog nagyon rossz, hogy levágsz egy tehenet, és akkor ilyen mindenféle... Ne, de nem úgy van egyáltalán. Föl kell rakni a tetemét a tehénnek a tűzre, és akkor kapod a húst. Nem tudok futni. Ja, én se. De még szerencse, hogy nálunk van a király krumpli. Ami amúgy olyan OP, mint az állat. Hát nem rossz. Mi ez? Mi ez a démoni hang? Hallod ezt, Máté? Várj, Krisz. Sokszor hallottam ilyet. Régen, még Vietnámban. És te miért voltál Vietnámban? Hát mert háborúba út. És akkor ott kell És menni. Besaroztak az amerikai hadseregbe. Minnesotában nőttem föl. Uh-huh. Nem emlékszel, Máté? Nem Michiganben. Gyerekkori barátok vagyunk. Nem emlékszem, de én Michiganben nőttem fel. Nem, hát igen. Csak együtt jártunk egyetemre. Bostonba. Jó, na Krisztián, itt vagyunk. Úgyhogy most már tényleg nem sok választ el attól, hogy lemenjünk. Krisztián, nyisd meg az átjárat. Eljött a nagy pillanat. Itt vagyunk. Igen. És Krisztián, lehet, hogy körbe kéne menni, hogy nem innen kéne lemenni, szóval ne üsd ki, ezt akartam mondani, de mindegy. Szerintem nem innen kéne lemenni, hanem ott, itt, így tovább kéne menni, és itt kéne lemenni. Máté, ez a gyengéknek való, de mindegy, te gyenge vagy, úgyhogy menjünk erre, hogyha akarod. Hoppá! Itt van Hoppá! Valami. Hoppá! Itt is van valami. Ja, itt van a lejárat. Azt a mi a franc? Mi ez? Hát nem tudom, de én már most előre érzem. Hogy egy borzasztó, hatalmas, nagy titok áll előttünk. Hát azt én is... Krisztián, most fogjuk meglátni, hogy mi ez. Készen állsz. Készen állsz, Krisz. Igen. Készen állok. Akkor gyere ide mellém. Ide. Kiütem előtted a blokkot. Jó. És be kell néz. Okés. Mit látsz? Követ. Miért? Ja? Akkor még lejjebb kell menni. Hoppá, itt van! Krisztián, menj le, nézd meg, hogy mi van ott! Mi az? Mi ez? Miféle hely ez? Mi? Van ott valami érdekes? Nagyon érdekes van itt. De miért estél be? Ez... Mi a franc az ott? Mi a ló? Azt szerintem az egy spawner, Krisz, ne menj közel hozzá! Mi a ló herkentyű ez itt? Mi a franc? Mi a ló herkentyű burger? Az egy spawner? Monster spawner marker. Mi ez? Mi a fene ez? Nem tudom, de hogyha ezt ismételgeted, akkor se leszünk okosabbak, Krisz. Várjál, lemegyek. Mi a fene? Jó van, ismételt, csak még egy párszor. Ja, ez azért van itt, hogy le tudjunk ide ugrani. Igen, igen, de csak le lehetett volna ugrani. Na mindegy most már. Hát igen, amúgy gondoltam, mert láttam, hogy víz van ott, de nem akartam kockáztatni. Ja. Nem tudom, hogy mi lehet ez. Én se. Monster Spawner Marker. De az mi lehet vajon? Nem merem szétütni. Itt van egy loom. Hoppá. Hopp. Itt szétütődnek a izék. A fákják. Te tudod, hogy mi ez, Krisz? Nem. Monster Spawner Marker. Üst ki. Á, nem merem, mert lehet, hogy valami nagyon hasznos dolog. Hát ne is... üst ki. Hát de lehet, hogy kiütjük és megkapjuk. És tudunk saját Monster Spawnert csinálni. Nem hiszem. Tudom már! Mi? Hát bele kell tenni a Monster Spawnoló lelket. És hát akkor jó, ott csinálsz Monster Spawnert, ahogy csak te akarsz. Szerintem ez az. Szerintem ezt nem szabad kijutni. Szerintem ki szabad. Ja, én tudom, hogy mi ez, nézd. Állj be, így szembe velem. Hello! Hello, ez a tárgyaló terem. Tárgyaló asztal? Ah, nem, ez a börtöncella, azért tudod, amikor egy telefonon kell beszélgetni.
Ja, aha. Utána néztem ennek, és semmit nem találtam róla. Szóval nem tudom, hogy mi ez. Semmi nem történik, hogyha lerakok egy fáklyát, vagy bármi. Úgyhogy, srácok, ha ti tudjátok, hogy mi ez, akkor írjátok le kommentben. Ajaj, hallod ezt? Nem tudom, mi az. Mi az? Mi a szar? Átütöttem ide magam. Crying Obsidian. Glow Item Frame. Iron Pickaxe. Spawner Fragment. Várj! Ide van rakva, hogy hogy kell craftolni. Látod azt? Egy Iron Pickaxe-et és ilyen Spawner Fragmenteket kell oda köré rakni. És ide bele kell rakni ezt a csákányt. Ebbe a Glow Item Frame-be. Csak ki ne üsd. Jó. Ez mi? Ez majd puzzle? Nem tudom, de hallod itt ezt a szörnyet? Hallod? Milyen szörny ez? Ez nem átlagos szörny. Mi a szar? Mi a szar ez? Várj! Egy régi taktikához folyamodok, hogy be tudjak nézni a fal mögé. Nem, hát csak üssük át. Itt van valami! Mi az? Várja! Nem tudom, de valami szörnyű. Vigyázz onnan. Infected witch! Mi a franc? Krisztián, menjünk onnan. Várj! Mik ezek a hangok? De mi az, hogy spawner fragment? Az mit jelent? Hát szerintem lehet craftolni magadnak. Hát jó, de hogy? Mi az, hogy spawner fragment? Hogy kell azt craftolni? Nem tudom. Mi folyik itt, Máté? Mi folyik itt gyöngyösen? Hova kerültünk? Sajnos... Nem tudod kiszedni? Sajnos nem. Szóval azt valahogy meg kell szereznünk ezeket a spawner fragmenteket. Várjátok, hogy honnan lehet spawner fragmentet szerezni vajon? Hát innen. Nem, azt ki ne üsd. Az nagyon fontos nekünk, hogy az ott legyen. Mert valószínűleg ide berakjuk, és akkor fog megjelenni benne valami. Mi az? Megütött? Hát valami meg. Nem lehet, hogy gyémánt pickaxe? Nálad van a gyémánt pickaxe? Beleraktam és kaptam izét. Mit? XP-t, de nem rakta bele. Hanem csak rányomtam jobb gombbal és kaptam XP-t. Ja, hát azért, mert ide felrakta. Oda felrakta. De hogy lehet ilyen spawner fragmenteket szerezni? Szerintem tudod, hát nem hogy nem kaptunk azokból, amiket szétütöttünk. Igen, amúgy én is azon gondolkodom, hogy nem kaptunk, de nem. Krisztián, nem lehet, hogy innen lehet valami spawner fragmenteket szerezni, ahol voltunk. Vagy ki kell ütni új spawnereket. Hát jó, de most ezeket is kiütöttük, akkor azok miért nem adtak? Nem tudom. Én ezt nem értem, Máté. Én sem. Ez nekem zavaros. Viszont egy dolog biztos. Az, hogy ez egy újabb feladat, amit teljesítenünk kell. Spawner fragment. Ide meg visszatérünk, Krisz. Van egy olyan érzésem. Igen. És nekem az is biztos, hogy nem fogunk üres kézzel távozni. Máté, megtaláltam, mi az a spawner fragment. Fragment? Igen. Na mi? És a spawnerek dobják, amikor szétütöd, és azt írja, hogy a fortune, hat rá a fortune, szóval ezek szerint mi nagyon szerencsétlenek voltunk, és nem kaptunk spawner fragmentet, egy spawnerből sem. Ezt most nem mondtam komolyan. De. Szóval akkor esély van rá, és 6 darab kell belőle. 6 darab kell, és mennyi 14 spawnert ütöttünk szét, és nem kaptunk egyet sem. Ezt nem hiszem el. Amit tudod, mit jelent, Máté? Na mit? Kell találnunk másik labirintust, és ott lesz még spawner. Ja. Hát sajnos, ez most így alakult. De semmi baj, Krisz. Ne csüggedj. Ugyanis nem sokára visszatérünk ide. De tudod, mibe érünk ide vissza, Máté? Miben? Hát, annyit hagyd mondjuk el, hogy nem ilyen ótvaros Iron Chestplate-be, meg ilyenekbe. Hanem szerzünk magunknak egy kicsit jobb felszerelést. Mint például a tengerről. Valami elképesztően nagyon jó dolgot. Hoppá, Krisztián!
Látok ott egy házat. Ez most komoly. Igen. És ezt tudod, milyen ház? Tudod, mi van abban a házban? Tudom. Monster Spawner. Pontosan. Úgyhogy... Jaj, de majdnem leestem. Úgyhogy szerinted innen lehet okugrani a vízi? Nem tudsz. Éve, miért nem? Mert nem tudsz. Úgyhogy menjünk le. Jó. Menjünk oda, és nézzük meg. Viszont jó. Sietnünk el, mert lefele megy a nap. Ja. Neked nincs fortune-ed, ugye? Nincs sajnos. Nincs. De a fortune-t azt könnyen fogunk tudni szerezni az enchant bookokból. Úgyhogy el kellene majd menni ilyen honeycombot szerezni, mert azzal tudunk majd enchantolni. Uh-huh. Könyveket, ja, és hogyha kapunk fortune-t, akkor rá tudjuk rakni a csákányunkra. Oké, és meg ki kéne dolgozni egy taktikát, hogy lehetne azokat a vízi szörnyeket megölni. Hát igen, valószínűleg most már azért könnyebben meg tudnánk ölni őket, de inkább távolról kellene. Ja, mondjuk az vánsatolt az elején, szóval. De hát az elején még szerintem a csontváz is vánsatolt. Na gyere, Krisz. Ki kell ütnünk azt a Monster Spawnert. Oké. Okay. Hopp! Mi? Mi? Itt egy honey, izé. Ja, akkor csak ollóval kell vágni bele. Igen, igen. Van nálad olló? Nincs. A fenébe, miért nem hordasz magaddal ollót, te? Hát, én is ezt kérdezem magamtól néha. Én is. Na Máté, nézzünk csak ide be. Oké. Okay. Tekintsük meg, hogy mi ez a repül ez a ház. Ez egy hát repülőház. Az egy repülőház bizony. És tudod, hogy mi van még ide bent? Mi? Ládák, amiben nincs semmi. Wow, na menjünk. Oké, okay, föl itt kell menni. Itt is van a spawner. Igen. Ez az. Ebből csak nyugi, azok a izék jönnek, tudod, amikor benne a labirintusban az a kis két igen, lélek. Igen, tudom. Le kell őket vágdosni. Ez az is dobjon ezért spawner. Jó. Dabott? Én nem kaptam semmit. Te kaptál? Sajnos én sem. Nee. Viszont van itt egy csomó gold. Nem baj, Krisztián! Mostantól 8 nappal látéve. Spawnerekre fogunk vadászni. És ennek érdekében, ha spawnerekre tudjunk vadászni, nagyon sokféle helyet fel kell fedeznünk. És tudod, hogy hogy tudunk felfedezni nagyon sokféle helyet, Krisztián? Úgy tudunk nagyon sokféle helyet felfedezni, hogy elmegyünk kalandozni. Pontos.